Az informatika behálózta mindennapjainkat. Nem csak a számítógépekben, telefonokban, tabletekben, de gyakorlatilag majdnem minden használati tárgyunkban van valamilyen számítástechnikai kütyű, hogy megkönnyítse az életünket. Üdvözlöm Önöket, én Kocsisán Brigitta vagyok, ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazinműsora 21. században. Mai Best of adásunkban azokat a riportjainkat gyűjtöttük össze, amik az informatika újdonságait mutatják be, nem csak informatikusoknak. Adatmentés. Első segély bajba jutott adathordozóknak. Segítő kéz. Tolmáskesztyű siketek részére. Terabájtok a felhőben. Adatok bárhol, bármikor, bármilyen eszközzel. Coding Girls. JavaScript és a gyengébbik nem. Szóval adathordozók, adatmentés, cloud computing, programozás, mindez átlagemberek számára is fogyasztható formában. Vágjunk is bele, nézzük, hogyan lesz a bináris kódból tévéműsor. A Kürt Kft. Világhírű adatmentési eljárása októberben bekerült a Magyar Értéktárba, a Hungarikumok előszobájába. A Novum csapatával úgy döntöttünk, próbára tesszük őket. Adott egy igencsak sérült laptop, amin számunkra nagyon fontos fájlok találhatóak. És adott a kihívás, vajon a forgatás végére elő tudják-e varázsolni a Kürt szakemberei az elveszettnek itt adatainkat. Óra indul! Az adatmentési eljárást mindig azt határozza meg, hogy hol kezdjük, hogy mi is történt valójában az adathordozóban. Tehát eleve két út létezik, a logikai és a mechanikai problémák. Ugye mechanikai problémáról beszélünk, amikor leejtünk valamit, átmegy rajta teherautó, ráugrik a 9 kilós macska, vagy bármi olyan mechanikai ütés éri az adathordozót, ami annak a sérüléséhez vezet. Itt, hogyha merevlemezről beszélünk, ami az adathordozók több mint 95%-a, akkor szinte biztosan a tisztatéri laboratóriummal kell, hogy kezdjük a vizsgálatot, hiszen meg kell néznünk, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az adathordozó belseje tartalmazza olyan sérülést, ami miatt egy teljesen más metódussal kell nekiállnunk az adatmentésnek. A másik oldal az a logikai adatvesztés, amikor szándékosan vagy véletlenül törlünk valamit, amit először úgy gondoltuk, hogy ezt ki akarjuk törölni, de aztán rájöttünk, hogy mégsem akarjuk kitörölni, vagy pedig az operációs rendszer hibájából egyszer csak elérhetetlenné válnak a fájlok, hogy valamilyen hálózatos probléma miatt. Ilyenkor logikai úton, tehát szoftveres úton próbáljuk meg helyreállítani az adatokat. Az adathordozók belül borzasztóan komplexek. A merevlemez például egy olyan elektromechanikus szerkezet, amiben alig néhány nanométer magasan forog egy olvasófej. Ahhoz, hogy tudjunk rá vigyázni, ismernünk kell az adathordozó tulajdonságait. Például biztosan nem dobáljuk a laptopunkat, biztosan nem engedjük, hogy a macska ráugorjon, hogyha van egy USB-s külső adathordozónk, akkor azt nem tároljuk élére állítva az asztalon. Tehát igyekszünk tudatosan kezelni az adathordozóinkat, és ez csak a fizikai oldala. Logikai oldalon is törődünk azzal, hogy adataink minél több helyen meg legyenek duplikálva, lehetőleg archiválunk minél többet különböző adathordozókra, és így gyakorlatilag a saját paranoiánknak a szintje az, ami meghatározza azt, hogy hány másolatot készítünk, és azokat hova tesszük el. Az a legfontosabb üzenet, hogy otthon semmiképpen ne próbálkozzunk meg az adat visszaállításával, mert ezzel az esetek döntő többségében jóval nagyobb kárt okozunk, és az adatmentési folyamatot, a helyreállítás folyamatát is költségesebbé, bonyolultabbá, jóval hosszabb idejűvé, vagy akár lehetetlenné teszi. Amikor mi megalakultunk 1989-ben, akkor egy csodálatos dolog történt Magyarországgal, és ennek részese is voltunk. A kanadai állam tanácsadókat küldött Magyarországra, és mi is kaptunk egy tanácsadót, és nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetünk mi a mi tanácsadónak. Az egyszerűen megkérdezte tőlem, hogy hányan vagytok? Hát voltunk 15-en, hogy azért érezze, hogy azért még komoly cég vagyunk. És hány kompetenciátok van, hány okossággal foglalkoztok. És mondom, hát olvasd el, hát ki van írva ott. Az is volt, vagy 15. Azt mondja, ez nem jó, nem hiszik el. Az emberek nem fogják el. Nem mondom, te sose éltél Magyarországon. Olyan rossz a piaci helyzet, hogy bármit szívesen csinálnánk, csak hogy megélhessünk. És akkor azt mondta, hogy nem, ez így nem jó. Mondj egyet. Hát mondtam, hogyha nagyon akarod, mondom, hogy adatmentés. Hogy kell vállalkozást építeni. A polcomon ott vannak a világ legjobb könyvei, amik elmondják.
és ezt nem kellett nekem kitalálnom, mert csak azt kell kitalálnom, melyik a világ legjobb egyetemei, és azoknak a tankönyvei vannak ott. És akkor az a Harvard, a Stanford, meg az MIT. És azokat kézbe kell venni, és el kell olvasni. És nagyon sokan idegenkednek ettől. Majd én tudom matutit, majd én tudom. Nem tudod. Azt tudom tanácsolni, tök mindegy, hogy fiatal vagy idős, hogy érezzen oldhatatlan vágyat, hogy ezt nagyon meg akarja csinálni, és ha ő jobban akarja, mint más, és több időt fordít rá, mint más, akkor meg fogja csinálni. Volt, hogy hétvégén bejöttem, mert mondjuk volt olyan, hogy elmentem nyaralni két hétre, és utána hazajöttem, és gondolkoztam, hogy hétvégén bejövök, mert hiányzott. És egyszerűen kellett az, hogy az agyamat tornáztassam, meg kihívásokat keressek magamnak, és itt megkapom. Sikerült megmentenünk a keresett adatokat. A vakság a dolgoktól választ el, a siketség az emberektől, írta Helen Keller írónő. Ő volt az első siket és vakdiák Amerikában, aki főiskolai diplomát szerzett. Hogy a siketek és a külvilág közti kommunikáció hatékonyabb lehessen, arra a Staki és az Euronet ZRT konzorciumának projektje kínál elérhető megoldást a tolmácskesztyű fejlesztésével. Ez arra való, hogyha egy siket, aki egyébként jeltolmács segítségével kommunikálna az épekkel, a jeltolmácsot kiválthatja ezzel a kesztyűvel, tehát felhúzza a kesztyűt a kezére, jelnyelven a segítségével, és egy szoftver, egy mobilon futó szoftver a jeleket feldolgozza, szövegé alakítja és felolvassa az eljelelt szöveget, így a beszélgető partner hallja, és megérti és válaszolhat rá. Most a visszairányú kommunikáció az ugyanúgy történik, minthogyha kesztyű nélkül kommunikálna az illető. Ők általános iskolától, kiskortól tanulnak szájról olvasni, tehát a választ az épp ember válaszát szájról olvasással tudja meg. Projekt tehát célul tűzte ki egy olyan innovatív, intelligens termék megalkotását, amelynek segítségével a felhasználók a mindennapi életben képesek bárkivel kapcsolatba lépni. Úgy, hogy a kommunikáció intuitív, természetes módon valósul meg. Tehát, ha valaki használni akarja a kesztyűt, akkor az a dolga, hogy megveszi egy boltban, vagy megrendeli a weben, és a kesztyűhöz szüksége van még a szoftverre, amit megvásárol a megfelelő alkalmazásboltból a telefonjára, akár Androidra, akár Windows Phone-ra, akár jövőben majd iOS telefonra is. A kesztyű és a telefon Bluetooth-on kommunikálnak, és akkor így képes a kesztyű jeleit a telefon feldolgozni és felolvasni. Másodpercenként 30 kézjelet küld át a kesztyű a mobiltelefonra. A program feldolgozza, mondattá alakítja, majd felolvassa a jeleket. Látható, hogy ez egy egykezes kesztyű, azt tudjuk, hogy a jelnyelv az alapvetően mind a két kezet, illetve az arc mimikáját is használja. Az egykezes kesztyűvel nem a teljes jelnyelvet tudjuk lefedni, hanem egy speciális részhalmazát, amit betű vagy új ABC-nek, daktil ABC-nek hívunk. Ez, ami, mint ahogy a neve is sugallja, egy-egy jel, egy-egy betűhöz tartozik, tehát gyakorlatilag betűzni tud vele a felhasználó. Most ezt mi kiegészítettük több dologgal is, hogy ne csak betűzni lehessen a kesztyűvel. Például mondatjeleket is lehet vele mutatni, szóközt, pontot, felkiáltójelet, kérdőjelet és a többi. Elindítom az applikációt, akkor ez Bluetooth-on keresztül felveszi a kapcsolatot a kesztyűvel, és a kesztyű jeleit, amint beindult, elkezdi értelmezni, és az ABC jeleit A betű, B betű, C betű, D betű, E betű. És így tovább is látható az applikáción, hogy a elmutatott karakterek megjelennek. Jelenleg a technológia az ugye megköveteli azt, hogy a szenzorok nagyon jól illeszkedjenek az újakra, tehát ne mozogjon el használat közben, ne puposodjon fel az anyag. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek a kezéhez a kézméretének megfelelő kesztyűt kell hordania, erre kell a szenzorokat rárakni, a szenzorokat úgy kell felragasztani, hogy azok nem mozdulhassanak el, és a kesztyű sem mozdulhasson el. Illetve ugye mindenkinek a kezén máshogy áll a kesztyű, mindenkinek a keze konkrétan máshogy áll, tehát van egy testre szabási fázisa a kesztyű használatba vétele lét követően, amikor beállítjuk a szoftvert úgy, hogy
ha én ökörbeszorítom a kezemet, és bármelyik másik felhasználó is ökörbeszorítja a kezét, attól függetlenül, hogy máshogy áll rajta a kesztyű, máshogy állnak a kesztyűn a szenzorok, ugyanazt a gesztus leírót adja ki a kesztyű magából. A felhasználónak tehát nem kell interakcióba lépni az eszközzel. Bekapcsolja a kesztyűt, elindítja az applikációt, elhelyezi a telefont a zsebébe, és ahogy jele, ugye a telefon rögtön felolvassa a mondandóját. A kesztyű használatának teszteléséhez egy jeltolmács segítségét is felhasználták, ezzel segítve elő a leendő felhasználók számára az eszköz egyszerűbb használatát. Hogyha egy csiket találkozik egy hallóval, aki még nem találkozott egyébként csikettel, ott sokszor nem azért van a kommunikációkban probléma, mert a siket ugye nem hallja, amit a halló válaszol, hiszen ő hozzá van szokva ahhoz, hogy szájról leolvassa azt. Inkább a halló szokott megijedni attól, hogy esetleg ugye a siket nem úgy artikulál, nem olyan a hangja. Ezt a kesztyű ugye kiküszöböli, mert ugye a hangja helyett lesz ez a hang, és egy olyan módon tud a siketnek segítséget adni, hogy ne a hangját kell ilyen erőltetnie, amit ő nem is tud kontrollálni, hanem az ő anyanyelvét, a jelnyelvet használhassa ehhez. A készítők bíznak benne, hogy fejlesztésük sok siketember mindennapjait segíti majd. Azt is remélik, hogy a halláskárosultak foglalkoztatását, munkába állását is jelentősen megkönnyíti ez az új eszköz. Ági mérnök informatikusnak tanul a Műegyetemen. Ma is, mint minden nap, a laptopjával érkezett az egyetemre. Le kell adni a házi feladatát. Áginak olyan feladatot kellett megoldania, amihez az ő gépe gyenge lett volna. Azonban rá tudott kapcsolódni otthonról a Műegyetem egyik szobájában duruzsoló szerverre, amin már meg tudta oldani a feladatot. Eközben a saját laptopján annak a távoli gépnek a monitorképét látta. Ez a 10 egységnyi számítógép, ez az, ami a mi hallgatóinkat kiszolgálja. Ez a körülbelül 3 asztali gép méretű szerver képes kiszolgálni egyszerre 80 hallgatót, akik akár a kollégiumból, akár otthonról, akár az egyetem bármely pontjáról dolgozhatnak, és ehhez nem kell összerakniuk a sok esetben bonyolult és drága konfigurációt. Ezeknek a női nevekre hallgató szervereknek az egyikéhez kapcsolódott Ági is. Talán pont az Ágnes nevűhöz. A cloud computing alapötlete tulajdonképpen ugyanaz, mint a villamos energiájé, hogy nagy, koncentrált erőművekbe, szervertelepekre gyűjjenek össze professzionális üzemeltetés alá a számítógépek, és a felhasználó az interneten keresztül kapja meg ezt szolgáltatásként garantált minőségben, és annyit fizessen érte, amennyit használ belőle, tehát ne saját maga építsen számítógépet és számítógépes alkalmazást, hanem ezt háttérként vásárolja meg szolgáltatóktól. A felhasználó tehát a professzionális szerverekből vásárol egy-egy szeletet. Ha kis feladata van, vehet kis gépet olcsón, de ha néha bonyolult alkalmazásokat futtat, arra az időre bérelhet több kapacitást. És mindez dinamikusan változtathatja az aktuális szükségleteinek megfelelően. A felhő számítástechnika nevében a felhő annyit jelent, hogy az átlagos felhasználó, akinek nincsenek különleges szolgáltatásai, saját maga nem is tudja, hogy a világ melyik végén fut a programja, hiszen az interneten keresztül összekötve azt, hogy egy szomszédországban vagy egy másik kontinensen fut az alkalmazása, őt nem nagyon érdekli már. Ahogyan a villanykörte esetében sem tudom, hogy a konnektorba dugva melyik erőműből érkezik az áram, úgy a cloud esetében sem egyértelmű, honnan biztosítják nekem a számítástechnikai kapacitást. Alapvetően a felhő alapú tárolással egy komoly probléma van a magyar adatvédelmi jog szerint, hogy nem nagyon tud vele mit kezdeni az adatvédelmi törvényünk. Ez nem egy átlagos felhasználó számára érdekes, hanem azon cégek számára, akik adatkezelővé válnak, és valaki másoknak kezelik az adatait. És azt mondja az adatvédelmi törvényünk, hogy abban a pillanatban, hogy én adatkezelő vagyok, akkor nekem meg kell tudnom jelölni az adatkezelésnek a pontos helyszínét is, így ez földrajzilag. Na most ugye éppen az a felhőnek a lényege, hogy a lehető legritkább esetben tudom azt, hogy pontosan hol vannak az adataim, mert éppen ott, ahol éppen szabad kapacitás van. Ez pedig nem csak jogi, de üzemeltetési és biztonsági kérdéseket is felvet.
A cloud üzemeltetési környezet látszólag egyszerű, könnyű, rugalmas, egy folyékony környezetet biztosít, mindenki eléri azt az alkalmazást, amit szeretne. Túloldalról nézve viszont, amikor egy cloud környezetet üzemeltetni kell, ennek az üzemeltetésnek a feltétele valójában, hogy uralni kell ezt a káoszt. Ezt a káoszt, amit az egyes felhasználók az egyes alkalmazásaikkal, környezetükkel hoznak létre. Ehhez pedig nagyon szigorú biztonsági szabályokra és fejlett rendszerfelügyeleti eszközökre van szükség, amit nem minden cloud szolgáltató képes biztosítani. A felhasználók szempontjából az egyik fontos kiválasztási szempontnak kellene lennie annak, hogy eldöntsék azt, hogy melyik a cloud szolgáltató szolgáltatásait veszik igénybe, és ez a szempont pont az, hogy az adott szolgáltató milyen típusú technológiákat használ, képes-e garantálni, hogy az adott alkalmazások csak az adott felhasználó számára érhetők el, az adatokat más nem tudja lemásolni, a belső eljárásaik megfelelőek ahhoz, hogy egy üzemeltetés optimálisan kialakítható legyen. Talán nem is gondolnánk, de amikor keresünk a Google-ban, vagy böngészünk a Facebookot, a háttérben cloud alkalmazás fut. Ha regisztrálunk egy közösségi oldalra vagy egy levelező rendszerbe, esetleg letöltünk egy alkalmazást a telefonunkra, szerződést írunk alá. Sokszor fogalmunk sincs, milyen adatainkhoz férnek hozzá az applikációk, és azokat mire használhatják. Éppen ezért érdemes elolvasni a felhasználási feltételeket, mielőtt kipipálnánk, hogy elfogadjuk őket. Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a személyes adatainak a védelméhez. Mert amikor mi használjuk az internetet, akkor bizony az adatvédelem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy én, hogyha megadok másnak egy információt magamról, ami összeköthető velem, tehát már személyes adatom, azzal mi történik a továbbiakban. A törvény azonban egyetlen dolgot nem mond ki, meg a jogalkotó nem írta le se az alaptörvény, se sehova, hogy a legnagyobb alapjogunk, elnézést kérek azt, hogy teljesen hülyék legyünk, és két kézzel szórjuk az adatainkat. Az internetes levelező rendszerek, közösségi oldalak vagy keresőmotorok nyilvános cloud szolgáltatások. De ha az adataink bizalmasak, létrehozhatunk privát cloudot is. Ilyenkor házon belül a sok kisgép helyett egy naggyal biztosítjuk a számunkra szükséges kapacitást gazdasági megfontolásból. Mondjuk egy bank vagy egy nagyvállalat esetében. De ilyen működik a BMM méréstechnikai és információs rendszerek tanszékén is. Ehhez kapcsolódott Ági is, amikor megoldotta a házi feladatát. A felhőben épp úgy eltűnik minden, mint egy repülőgép, amit elindítok, belerepül a felhőbe, nem látom, a lényeg az, hogy vissza is jöjjön és hozza a végeredményt. Középiskolás lányok, figyelem! A Prezi, a magyar prezentáció készítő szoftver fejlesztői olyan középiskolás lányokat várnak most meghirdetett tanfolyamukra, akik a 2015-2016-os tanévben felsőfokú képzésre szeretnének jelentkezni, érdekli őket a matematika vagy az informatika, és szeretnének betekintést nyerni a programozás világába. Korábbi adásunkban mi is felhívtuk a figyelmet a Prezi kifejezetten középiskolás lányoknak meghirdetett programozói képzésére. Azóta a tanfolyam az utolsó foglalkozásához érkezett, mi pedig kíváncsiak voltunk, hogyan zárult a Coding Girls. Mert legyünk őszinték, a programozásról és úgy általában az informatikáról nem csajok jutnak az eszünkbe. Minden előzetes vállalkozással szemben úgy tapasztaltuk, hogy a lányokat nagyon is érdekli az informatika, akár a programozás, akár egyéb ágazatai. Minél több helyen szeretném magam kipróbálni, és tök véletlenül találtam meg a hirdetést egyébként ilyen diák munka portálon, és akkor nagyon megtetszett, aztán elküldtem, de igazából el is felejtettem már a végére, aztán ugye jött az e-mail, bekerültem, aztán tök örültem neki. A lányok jelentkezésben kettő csoportba osztható fő motivációt soroltak fel. Az egyik az volt, hogy szeretnék megtanulni programozni egy kicsit, hogy ténylegesen használhassák is ezt a dolgot az életükben. Sokan gondolkodnak műszaki pályán. A másik motiváció pedig a megmutatni a családnak, rokonoknak, haveroknak, barátoknak, akik azt mondták, és a tanároknak, akik azt mondták, hogy ezzel inkább ne foglalkozz, ez nem olyan nőies szakma. Elég sok felé gondolkodom, ideig az informatika annyira nem volt fenn a palettán, de most ez is így felkerült a listára, és elég így előkelő helyen, tehát hogy még az is lehet, hogy mi egyetem, vagy valami hasonló. El is látogattunk a Műegyetemre, ahol Magyarország legnívósabb informatikus képzése is helyet kap. Mennyire akarnak informatikusok lenni a lányok? Tapasztalataink szerint nem igazán, vagy legalábbis nagyon kevesen. Ennek keresük az okát, valószínűleg a természettudományos tárgyaknak a nehézsége, vagy a
az a társadalmi előítélet, hogy ez igazából egy fiús szakma, motiválja leginkább a lányokat, de próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy ez a terület semmi olyan ismeretet vagy fizikai felépítésbeli tulajdonságot nem követel, ami miatt a lányok ne lehetnének ugyanígy aktív résztvevői ennek a nagyon szép szakmának. Akár villamosmérnöknek, akár informatikusnak nagyon szívesen várjuk őket, és tapasztalataink szerint azok a lányok, akik ezt választják, mert azért egy 6-8%-ban vannak lányok a karunkon, ők nagyon sikeresen teljesítik is, sőt, az évfolyam legjobbjai közé szoktak tartozni. A meggyőzési módszerek egyike az idén harmadik alkalommal megrendezett Lányok Napja. Országosan 70 programmal várta a középiskolás lányokat, 43 hazai és nemzetközi vállalat, 10 egyetem és 5 kutatóintézet. Az esemény célja az volt, hogy az olyan férfias szakterületeken, mint amilyen például az IT, az elektronika vagy a műszaki területek, saját élményeket szerezhessenek a pályaválasztáshoz közeledő lányok, és ne a sztereotípiákra, rossz társadalmi beidegződésekre hallgassanak. Rozina villamosmérnök hallgató és csoportvezetőként vett részt az eseményen, hogy élő példája legyen, az informatika és a műszaki pálya nőként is jó választás. Picit féltem, amikor ide jelentkeztem, mivel nem igazán ismertem olyan lányt, vagy hát igazából a fiút sem, akiről tudtam volna, hogy ő itt van a villamosmérnöki karon. Szóval nem volt kihez fordulnom, kitől tapasztalatokat kérnem, úgyhogy igen, eléggé összehúztam magamat az elején, de nincs semmi aggodalom, amitől tartani kellene, mert teljesen barátságos emberek fogadtak, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem. Hát ebben a szobában működöm, a mókus mellett, ami ezen az asztalon található, én vagyok az egyetlen lány. Luca informatikus doktorandusz. Naphosszat kutat és tanít, célja pedig, hogy számítógépes oktatójátékokat készítsen olyan gyerekeknek, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Azt szokták mondani, hogy a mérnöki pálya az csak technológia, meg így, meg úgy, és azért ez ilyen férfias. De igazából a mérnöki pályának az a lényege, hogy összekösse a tudományt és a társadalmat. És ezért nagyon fontos, és ezért szerintem a nők szerepe az nagyon is fontos lehet itt, mert hogy meglátják azt a társadalomban, hogy mire van szükség, és arra felé indulnak el. Szóval a nőkre szükség van a mérnöki pályán, és attól, hogy valaki reál beállítottságú, még maradhat igazi nő. Akkor is, ha nap után kevésbé csajos ruhát ölt és magára, hogy bemehessen a tiszta téri laborba, ahol a mikro- és nanoelektronika keretén belül kisbonyolultságú áramkörökkel foglalkozik. Ráadásul a férjét is itt, a laborban ismerte meg. Igaziból a munkatársaim mind férfiak, de ez nem azt jelenti, hogy én hátrányban vagyok. Ehhez a félvezető technológiához különösen szükség van a nők által uralt tulajdonságokra, mint az aprólékosság, vagy hogy több dologra egyszerre oda kell figyelni, és finom kézi mozdulatokra is szükség van, tehát ez nem jelent semmilyen hátrányt, hogy én nő vagyok. Réka is áramkörökkel foglalkozik. Azon dolgozik, hogy az elektronikai eszközöket minél kevesebb hibával lehessen legyártani. Őt kifejezetten az vonzotta, hogy kézzelfogható eredménye van a munkájának. A kézműveskedéshez tudnám hasonlítani, illetve ilyen egyéb gyakorlati dolgokhoz, hogy az alkatrészek ugye hogy kerülnek be, akkor utána megvizsgálgatjuk mikroszkóppal, mi lehet az oka annak, hogy nem úgy sikerült egy forrasztás vagy egy beültetés. Tehát ez így a gyakorlati része az, ami engem így nagyon érdekelt, és azért is jöttem ide. 6 lányt ismertem meg. 6 műszaki érdeklődésű lányt, aki sikeres, okos, magabiztos és ízig-vérig nő. Olyanok vagyunk, mint valami mitikus lények, ezek a női villamosmérnökök, meg informatikusok. Ilyen különlegesség, tehát mondjuk én régebben is ilyen másmilyen voltam, mint a többi lány. Ez a magas fiú arány eléggé kedvező így önbizalom szempontjából. Mindenképpen szeretnék egyébként ezen a vonalon maradni, mert nagyon megszerettették a mentorok. Mindig lehet fejlődni tovább. Igen, tetszik a programozás. We are.
Informatikai válogatásadásunk véget ért. Remélem nem bánták meg, hogy ismét velünk tartottak, és jövő héten is ránk kapcsolnak, amikor egészségügyi témákkal várjuk Önöket. Addig is visszanézhetik adásainkat a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Lájkolhatják Facebook oldalunkat is, ahol nem csak adásainkat találják meg, de egyéb érdekességeket is olvashatnak a tudomány legfrissebb állásáról. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig ne tartsák magukban, küldjék el e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! A műsor az új Széchenyi terv keretében a magyar kormány támogatásával, a kutatási és technológiai innovációs alapfinanszírozásával valósul meg.